Már az első CEU melletti tüntetésen kisebb dulakodás volt a rendőrök és a demonstrálók között, amikor ki akarták tűzni az uniós zászlót a parlamentre. Ez nem sikerült, de a szocialista Kunhalmi Ágnes kilógatott egyet az ablakból. Miután Áder János aláírta a törvénymódosítást, a Magyar Rádió korábbi székházánál is ki akarták tűzni az uniós zászlót. Elsőre nem sikerült, a rendőrök paprikaszprét fújtak a tömegbe. Végül egy lánynak sikerült felmásznia és kifüggesztette a lobogót. A rendőrök ezután behúzták a székházba egy ablakon keresztül, majd kiengedték az épületből. A kormányellenes tüntetők rendszeresen visznek uniós zászlót magukkal. Ezzel fejezik ki, annak ellenére, amit a kormány tesz, ők az unió mellett vannak. Erről ellenzéki képviselők is beszéltek már, például a szocialista Kunhalmi Ágnes, aki a kvóta népszavazás előtt is kilógatta az uniós zászlót a parlament ablakán. Európában nem ellenségei vannak a magyaroknak, hanem igenis barátai vannak, akik semmi más nem várnak, mint hogy együttműködjenek velük. A parlamenten és a képviselői irodaházon nincsen, pedig a minisztériumokon elfér egymás mellett a nemzeti és az uniós lobogó, de kint van mindkettő a NAV épületén és a fővárosi főügyészség irodáján is. Üres zászlórúd mered az ég felé, a parlamenten lenne helye az uniós zászlónak, itt a főlépcsőnél akár kettőnek is, mégiscsak a magyar és a székely lobogót tűzték ki. Bár a törvény nem írja elő, hogy az országgyűlés épületén kint legyen az uniós zászló, korábban ott volt, de Kövér László házelnök 2014-ben leszedette, és az ülésteremben sem tűrte, amikor az MSZP-s képviselők tüntetőleg bevitték. Magyar Nemzeti Parlament, tetszik tudni, ez a Magyar Nemzeti Parlament, itt a Magyar Nemzeti Lobogónak van helye. Majd, hogyha egy másik nemzeti parlament ülésezik itt, akkor majd más lesz. Rend. Kerestük a kormányt, hogy miért baj, ha ki akarják tűzni a tüntetők az uniós zászlót, de erre a kérdésünkre nem válaszoltak.